A prostata daganatokról tudni kell, hogy az agresszivitása nagyon különböző. Tehát ahogy ez bevezetőben is említettem, vannak páciensek, ugye, akik 80 éves kort megélnek, és ott van egy nem felfedezett rákjuk, és tulajdonképpen soha semmi tünetük és bajuk nincs, és nem is kell kezelni. És vannak olyan, akár fiatal, 60 éves korban felfedezett prostatarákok, amiket egyébként nagyon erőteljesen kezelünk műtéttel, ha kell utána hormonnal és a legkülönbözőbb módon, amiket említettem, és mégse tudjuk ezeket a betegségeket lefolytani, azért, mert a biológiai agresszivitása ezeknek a rákoknak különböző. Tehát a kérdésére azt tudom mondani, ha valakinek olyan daganata van például, ami csak pár százalékban fordul elő a prostata volumenéhez képest, tehát alig van jelen a prostatában, és kiderül szövettanilag, hogy ez nem egy agresszív betegség, akkor ezeknek a pácienseknek az is egy alternatíva, hogy nem történik semmi, mert tulajdonképpen ezek a betegségek nem lesznek agresszívek, tehát évek alatt nem fog kialakulni semmi baj. Nagyon nehéz azért megállapítani a biológiai agresszivitását ennek a betegségnek. Vannak törekvések, különböző besorolások, aminek alapján az orvosok próbálják előre megmondani, hogy ez mennyire lesz agresszív ez a betegség. A PSA érték is, ha nagyon magas vagy 20-as érték fölött van, és prostata karcinómáról beszélünk, akkor tudjuk, hogy agresszív a betegség, mert már jelen lehet más területeken is. De azokban az esetekben, ahol véletlenszerűen egy jó indulatú prostata megnagyobbodás miatt végzett műtétből derül ki, hogy csak nagyon minimális prostata ráksejtek vannak a prostatában, hát ott nagyon nehéz azt mondani, hogy most akkor egy radikális műtétet kell végezni. Nagyon nehéz várni egy pácienst megfigyelni, hogy emelkedik-e a PSA-ja, növekszik-e a daganata, és ez ma az urológiának az egyik legnehezebb kérdése. Vannak bizonyos genetikai, tehát kromoszoma rendellenesség, és amik örökölhető, de ez tulajdonképpen a prostata rossz indulatú daganatainak 5%-ában fordul elő így, hogy ez öröklődik. Különben még annyit tudunk, hogy ugye, ahogy a hormon kezelésről beszéltem, hogy bizonyos hormonális összefüggése is a férfi hormon szinttel ennek a betegségnek lehet. Erre például olyan adatok mutatnak, hogy például akiket kasztráltak, vagy eunukok, vagy tehát akinek valami miatt eltávolították a heréket, szinte alig fordul elő prostata daganat. Tehát nyilván ez megelőzésképpen nem jön szóba. Azt is megfigyeltük, hogy különböző országokban a prostata daganatnak a előfordulási gyakorlatsága hát különböző. Az Egyesült Államokban például magasabb, mint Japánban. A Svédországban magasabb a prostata daganat előfordulása, mint általában Európában. Ennek ugye bizonyos táplálkozásbeli oka is lehetnek. Egyet tudunk, hogy a magas zsírtartalmú ételek azért bizonyos plusz kockázati tényezőt jelenthetnek. A szexuális szokások, a dohányzás, ezek nem befolyásolják a jelenlegi tudásunk szerint a prostataráknak az előfordulási gyakoriságát.